Magyarországon 1991-ben rendezték az első jetski versenyt, 1993-tól pedig önálló szövetsége is van a sportágnak. A valamivel több mint 350 igazolt versenyző közül mintegy 40-en tartoznak a nemzetközi élvonalhoz. Az eredményességre sem lehet panasz, mivel eddig 109 világ, illetve Európa bajnoki érmet gyűjtöttek be a magyar versenyzők. Az elmúlt hétvégén a Leveleki tavon megrendezett nemzetközi versenyen 9 nemzet képviselői szálltak vízre. Ez a V4 plusz nemzetközi jetski verseny, tehát a V4 országoknak a versenye, ugye a magyar elnökség június 30-áig tart a visegrádi csoportba, és ennek tiszteletére itt még júniusban megrendeztük ezt a versenyt, tehát a magyar, szlovák, cseh és a lengyel versenyzőkön kívül még 5 további ország, például Iránból, Oroszországból jöttek, osztrák, német versenyzők vannak, úgyhogy nagyon szép számba, és főleg az, hogy nagyon komoly kvalitással rendelkező és komoly eredményekkel rendelkező versenyzők jöttek el. A sportért felelős államtitkár szerint fontos, hogy minél többen megismerkedjenek azokkal a sportágakkal, amelyekben nemzetközi sikereket érnek el a magyar versenyzők. 26 világbajnokot láthatunk a vízen, azért nagyon sok sportág képviseletében megjelenek, és hogyha egy-egy-kettő világklaszt is van mondjuk egy-egy pályán, az már nagyon soknak jelent, és hogyha azt megnézzük, hogy a jetskiben milyen sikeresek vagyunk a világban, akkor ezt tovább kell úgymond támogatni is, és minden feltételt meg kell annak adni, hogy minél többen meg tudjanak ismerkedni, akár a technikai sportágakkal is. Bár technikai sportágról van szó, a 15 percig tartó futamok, valamint a félórás állóképességi versenyek alaposan próbára teszik a jetskisek állóképességét. Sajnos csak ezeken a versenyeken szoktam, amit itt házilag itt szervezünk, és azon veszek részt, és innen érzem, hogy azon kívül, hogy van egy nagy lóerő a motorodban, a kondira nagyon nagy szükség van, ugye kézre főként lábra tartani magad, és tüdőre, tehát ez bármilyen hihetetlen, hogy automotorsportról beszélünk, de nagyon nagy kondit igényel. A település polgármestere elmondta, hogy a tavon, illetve a tóparton rendezett nemzetközi versenyeknek köszönhetően a turizmus is jelentős fejlődésnek indult Leveleken. Levelek nagy község önkormányzatának régi vágya teljesült azzal, hogy elkészült a Leveleki tópartján a Leveleki Szabadidő Centrum, a Leveleki Szabadidő Part, és rengeteg versenyt, olyan versenyt tudnak idehozni, amelyet mi a Levelek önkormányzata korábban nem tudott megtenni. Többek között itt van a jetski verseny, volt már itt nagyszabású horgászverseny, működik a vízisípálya is, és a különböző versenyek nemzetközi résztvevőket is vonzanak ide, így Leveleknek a turizmusát magas szintre emelték. A magyar bajnokságban még 3 futamot rendeznek, Gyékényesen, Nőtincsen és Ónodon szállnak vízre a jetskisek. A Leveleki szervezők jövőre egy Európa-bajnoki futamnak szeretnének otthont adni.